Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Grantarachimad Bhagavatam ki jai. Shri Govardhan Pujya Mahamahotsava ki jai, jai Nitai Guru Premanande. Most készülünk a Govardhan Pujyára, holnap után Govardhan Pujya lesz Krishna vegyben, és próbálunk egy kicsit erre ráhangolódni, és ezért választottam egy verset a Srimad Bhagavatam 10. énekének 24. fejezetéből, ami a Govardhan Pujyának a keftelését írja le. Ez a 32. és 33. vers a 24. fejezetből. Így szól a vers. Tatácsa vyadayu sarvam yatáha madhusudana vácsaitvá svasztya ajanam tadravéna giridvijam upahritya balinsamyag ádritája vassam angabán gódánáni danáni Puraskritya Girinchakru Pradakshinam. És azt jelenti. A terhén pásztorok népe úgy is tett, ahogy Madhusudan meghagyta. Meghívták a brámanákat, hogy a védák áldásos himnuszait kántálják, majd áhítatos tisztelettel az Úr Indra áldozatára szánt kellékeket felhasználva adományokkal halmozták el a Govardhan hegyet és a brámanákat. Aztán füvet adtak a teheneknek, majd a bikákat és a borjakat együtt maguk elé terelték, majd a bikákkal és a borjakkal együtt maguk elé terelték őket, és körüljárták velük a Govardhan hegyet. Srila Prabhupada magyarázata. Vrindavan lakói az Úr Krisna odadói hívei voltak, ez volt létezésük magva. Az Úr örök társai lévén nem is igazán érdekelte őket az Úr Indra, vagy a rituális áldozat, arról a mechanikus filozófiáról nem is beszélve, melyről most hallotta Krisnától. Egyszerűen csak szerették őt, s mély ragaszkodásukban azt tették, amit mondott nekik. Szerető mentalitásuk nem szulklátó körülséget vagy tudatlanságot akart, hiszen a legfelsőbb abszolút igazságnak szentelték az életüket, akiben minden létezik. Vrindavan lakói emiatt örökké a legmagasabb rendű lényeg igazságot, minden igazság alapkövét látták maguk előtt, magát Sri Krisnát, minden ok eredetét, minden létező létének fenntartóját. A legfelsőbb abszolút igazság szerető szolgálata hatotta át egész lényüket, és ez a legszerencsésebb, legintelligensebb és legrealistább élőlényekké tette őket. Omagyanati mirandasya gyananjana shalakaya Csakshuru militamena tasmai shri gurave namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Budaya Krishna Krishna Yogata Vishmati Shivaram Svami Tinami. Vers. Tehén pásztorok népe úgy is tett, ahogy Madhusudan meghagyta. Meghívták a brámanákat, hogy a védák áldásos himnuszait kántálják, majd áhítatos tisztelettel az Inda áldozatára szánt kellékeket felhasználva, adományokkal halmozták el a Govardhan hegyet és a brámanákat. Aztán füvet adtak a teheneknek, majd a bikákkal és a borjakkal együtt maguk elé terelték őket, és körüljárták velük a Govardhan hegyet. Ugye onnan indul a keftelés, hogy Sri Krishna hazatért, és látta, hogy a tehénpásztorok, ugye az apukájával, Nanda Maharajjal az élen, egy nagy áldozatra készültek. És akkor megkérdezte
Nanda Maharádzsot, hogy mire való ez az áldozat, hogy kit fognak imádni. És elmondta Nanda Maharádzs neki, hogy az Úr Indrát fogjuk imádni, aki az esőért felelős félisten, és hogyha elég eső esik, akkor bőségesen fognak teremni a zöldségek, gyümölcsök, főleg a fű, ugye ők tehénpásztorok voltak, és akkor, hogyha bőségesen van fű, akkor bőségesen lesz tej, és akkor jólétben és gazdagságban tudnak élni. De Krisnának nem tetszett ez az ötlet, hogy Indrát imádják. Indrát eleve már büszkévé tette a hatalma, és megrészegedett tőle. Egyrészt, másrészt pedig ugye igazából Krisna állt el mindenkit mindennel, amire szüksége van az életben. És ezért akkor lebeszélte a tehénpásztorokat, Nanda Maharádzsal az élen erről az áldozatról. Ugye mondta, itt utal a magyarázatban, ugye ezt már nem Srila Prabhupád írta ezt a magyarázatot, hanem ezt az ő tanítványi Srila Prabhupád tanításai alapján, hogy Krisna egy mechanikus filozófiával, hogy is hívja? Nem is beszélve, mert arról a mechanikus filozófiáról nem is beszélve, melyről most hallottak Krisnától. Ugye Krisna a karma mimámsza filozófiát használta arra, ami amúgy egy nem tökéletes és nem hiteles filozófia, arra, hogy lebeszélje őket arról, hogy Indrát imádják, ami a félisteneknek az imádata, ugye, amit szintén nem tökéletes abból a szempontból, hogy valakinek van egy hajlama arra akkor, hogy a félisten tekintse a legfelsőbbnek. De akkor Krisna ezt használta arra, hogy megállítsa ezt az áldozatot. És a tehénpásztorok, ugye mivel Krisnát tekintették az életüknek és a lelküknek, engedte Krisna kérésének, és elkezdték imádni a Govardhan hegyet. De ez elsőre ugye úgy nézett ki, hogy nem volt egy jó ötlet, mert akkor Indra nagyon megharagudott, és 7 napos esőt küldött Vrindavanra, és Vrindavan lakói a tehenek, akkor nagyon szenvedtek ettől a esőtől. És akkor tudjuk a történetet, hogy Krisna megmentette őket, felemelte a Govardhan hegyet, és mindannyiuknak menedéket adott. De amikor elkezdték követni Krisnának az utasításait, akkor először úgy nézett ki, hogy bajba kerülnek. Ugye, hogy volt egy hatalmas nagy özönvíz eső. De igazából nekünk az a feladatunk, hogy kövessük is Krisna utasításait, még akkor is, hogyha először az elménk, vagy az intelligenciánk lehet, hogy azt mondja, hogy ez nem egy jó ötlet. Ugye, sokszor mondják emberek, hogy ha boldogokat akartok lenni, akkor miért követitek a 4 szabályt? Minden, ami a embereknek a boldogságához kell, ugye, az tiltja ez a 4 szabály, vagy legalább amit ők gondolnak boldogságnak. Ugye, nem szabad húst tenni, szerencsejátékot játszani, kábító mámorítószereket fogyasztani, tiltott nem életet élni. Akkor, hogyha boldog akarsz lenni, akkor hogy leszel boldog, hogyha ezeket nem csinálod? Ugye ez látszólag ellentmondásnak tűnik. De a valóság az pont az ellenkezője, mert ezek a szabályozó elvek megvédik az embert attól, hogy a testként azonosítja magát. És akkor nem a testként, hanem lélekként azonosítja magát, akkor tud egy magasabb rendű, tiszta lelki boldogságot tapasztalni. És ezért fontos, hogy tudjunk inget mondani Krisnának. Van erről egy nagyon érdekes történet, Akbar és Birbal életéből. Arról szólt a történet, hogy Akbar császár éppen ebédelt, és Birbal is ott volt vele a minisztere. És éppen felszolgálták a brinjal szabdzsit, ugye a padizsános szabdzsit, és Akbar császárnak nagyon ízlett. És akkor nagyon kijött még belőle, és akkor elkezdte dicsérni Birbalnak, a miniszterének, hogy Birbal, ez a brinjal, ez a padizsán, ez nagyon finom, nagyon ízletes, nagyon egészséges, és nem is értem, hogy miért nem szolgálnak fel nekem minden
minden nap ilyen brinjal szabjit, ilyen padizsános szabjit. És akkor megkérdezted, hogy Birbal mit gondolsz? És mondta Birbal, hogy ő fenségének teljesen igaza van. Hogy ez a brinjal igazából ez a legjobb zöldség, rengeteg ásványi anyagot, vitamin tartalmaz, még omega akármennyi is van benne, és akkor így dicsérte Birbal is a brinjalt, hogy milyen jó, hogy milyen csodálatos, mennyire egészséges, és mondta, hogy ő se ért, hogy miért csak ritkán szolgálják fel ezt a csodálatos fogást a ő fenségének. És akkor így ebben megállapodtak, és következő nap megint együtt ebédeltek, és megint ugye felszolgálták ezt a brinjal szabjit. De Akbar császár következő nap egy másik hangulatban volt, és nem jó kedve volt. És amikor hozták a brinjal szabjit, akkor mondta, hogy már megint ez tegnap is ez volt, és különben is nem is szeretem az ízét, és nem is olyan jó, mint aminek gondolják. És akkor kérdezte Birbalt, hogy Birbal, te mit gondolsz? És akkor Birbal akkor mondta a császárnak, hogy őfensége, ez teljesen igaza van, hogy ez a brinjal igazából nem is egy jó minőségű zöldség, ennél sokkal jobbak is vannak, és nem is annyira egészséges, és főleg ahogy elkészítik, nem is annyira finom. Ki kéne rúgni a szakácsokat. És akkor Akbar császár visszakérdezett. De Birbal, tegnap nem ezt mondtad. Most miért változtattad meg a véleményedet? És akkor Birbal azt mondta a őfenségének, hogy kedves uram, én a te szolgád vagyok, nem a brinjalnak a szolgája. És ugye ez a keftelés, vagy ez a történet csak azt mutatja, hogy ugye Vrindávan lakóinak is a legfontosabb Krisnának az öröme, hogy Krisna mit akar. És lehet, hogy nem mindig teljesen értik az indítékait, mert Krisna ugye, ő egyrészt az Istenség legfelsőbb személyisége, hogy ő nagyon mély okokkal foglalkozik, amit lehet, hogy az általános emberek nem látnak. Ugye mi tudunk egy-két-három lépéssel erőre gondolkodni, hogy amikor itt volt a Csőzt, Gyuszi, beszélgettünk velük ugye sakkozókról, hogy nem tudom hány lépéssel előre gondolkodnak. Norbi, azt emlékszel, hogy hány, mit mondott, hogy hány lépéssel? Nem, jóval előre. Tehát, hogy 8-10 lépéssel, vagy akár még több lépéssel is előre gondolkodnak. És amit lépnek, lehet, hogy elsőre nem az tűnik a legpraktikusabbnak, mert a hosszú távú célt tartják szem előtt. Ugyanígy Krisna, amikor el akar érni valamit, akkor több mindent el akar érni egyszerre, és több lépéssel előre gondolkodik. És lehet, hogy mi, ahogy látjuk a világot a saját perspektívából, a saját szemléletmódunkon keresztül, lehet, hogy az nem a legpraktikusabb dolognak tűnik elsőre. Ugyanúgy, amikor elkezdett szakadni az eső, akkor Balarám is mondta Krisnának, hogy Krisna, te mondtad a tehénpásztoroknak, hogy imádják a Govardhan hegyet Indra helyett, ezért most neked kell valamit csinálnod, mert látod, hogy milyen bajba kerültek emiatt. Bajba kerültünk mindannyian emiatt. Ugye látszólag akkor bajba kerültek. Ugye, de Krisnának volt egy hosszabb távú terve, egyrészt meg akarta mutatni a Brijbásziknak, hogy nem kell a félisteneken függeni, másrészt le akarta törni Indrának a büszkeségét, és egy olyan módon védte meg a Vrindávan lakóit, hogy teljesítette azokat a vágyaikat, amiket más körülmények között nem lehetett volna beteljesíteni. Erre majd visszatérek. És akkor Krisna felemelte a Govardhan hegyet, és akkor minden célnak egyszerre eleget tett. És ezért is, amikor mi függünk Krisnán, akkor bíznunk el Krisnába, hogy Krisna tökéletesen tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, jobban tudja, mint amit mi tudunk,
És ő a legtökéletesebb dolgot, a legnagyobb dolgot akarja nekünk adni, a szeretetet, az iránta érzett szeretetet. És, de el kell távolítani azokat az akadályokat, amelyek az útban vannak, hogy tudjuk ezt a kapcsolatot ápolni Krisnával. És ugye, amikor megyünk egy cél felé, akkor lehet, hogy kell tenni kanyarokat jobbra vagy balra, ugye például itt vagyunk Pécset, és innen el akarunk menni a Széchenyi térre, akkor a légvonalban a Széchenyi tér, ugye lehet, hogy csak, nem tudom, 3-4 percre van, de ugye nem tudunk a házakon keresztül menni, vagy nem tudunk repülni se, hogy akkor a házak fölött repüljünk, hanem akkor azokat a utcákat kell követni, amelyek a Széchenyi tér felé vezetnék. És lehet, hogy először jobbra kell kanyarodni, vagy balra kell kanyarodni, és akkor látszólag, hát miért nem arra mész? Hát igen, de azt az utat tudom követni, amit az utca megenged. És ugyanígy Krisna látja, hogy hova akarunk menni, vagy ő, hogy hova akar elhozni bennünket, és látja az utat, hogy a mi helyzetünkhöz képest milyen kanyarokat, jobb kanyarokat, vagy bal kanyarokat kell ahhoz tenni, hogy el tudjunk jutni ahhoz a célhoz. És ez lehet, hogy látszólag nem tűnik praktikusnak, mert miért kell nekem erre menni, mikor arra kellene mennem? Igen, de arra egy ház van előtted, nem tudsz átmenni a házat, meg kell kerülni azt a házat. És akkor ugyanúgy nekünk is, akkor valamikor ehhez igazodni kell, hogy oké, követni a 4 szabályozó elvet, oké, lehet, hogy akkor az nem tűnik annak, hogy ez a boldogsághoz vezet. De igazából ez vezet egy mély boldogsághoz, amikor mi tapasztaljuk a mi eredeti lelki természetünket. És mindenfajta anyagi úgynevezett boldogságnak van egy karmikus következménye, amit viszont meg kell emészteni, ami nem biztos, hogy minden esetben teljesen praktikus. Tehát, hogy ebből a szempontból, hogy lehet, hogy amit Krisna kér, elsőre nem tűnik praktikusnak a feltételekhez kötött gondolkodásunk szerint. De hogyha követjük a hiteles szaktekintélyek, a lelki tanító mestereknek az utasítását, ugye Srila Prabhupádnak az utasítását, akik ismerik az utat, akik ismerik azt az utat, hogy honnan, hogyan lehet eljutni Krisnához, és hogyan lehet eljutni Krisnához onnan, ahonnan mi állunk. És lehet, hogy nem csak a jóság kötében vagyunk, lehet, hogy a szenvedélyben és a tudatlanságban, de bárhonnan el lehet jutni Krisnának az imádatához, hogyha követjük a megfelelő útmutatást, mert mi ugye bent vagyunk a karmának a labirintusában, és ez a karma a labirintusa, ez se egy egyenes út. Tehát, hogy van, amikor ugye kitérők vannak, van, amikor zsákutcák vannak, és hogyha követjük, ugye, hogy is, amikor kiment be a labirintusba, volt az a görög monda. Ariadnének volt a fonala, de volt egy hős, nem emlékszem a hős nevére, de ott volt a labirintusban a Minotaurus, ugye az valami szörny, aki elpusztította azokat, akik belekeveredtek, és nem... Jó, nem baj, volt egy hős, majd kiderül, hogy ki volt az a hős, sajnos elfelejtettem a nevét. De az Ariadnél fonala az nagyon, igen, az volt, hogy kapott egy fonalat, és azt a bejáratnál kikötötte, és próbált bemenni a labirintusba, hogy megküzdjön ezzel a szörnnyel. És kellett neki a fonál utána, hogy ki tudjon jönni ebből a labirintusból. És amikor ez megtörtént, akkor... Tézeusz, köszönöm szépen. Tézeusz volt az a hős, akinek be kellett menni a labirintusba. És ugye mi is bejöttünk a labirintusba, csak ezt a fonalat nem feltétlenül tartottuk szem előtt, és jól elkeveredtünk benne. De Srila Prabhupád kegyéből megkaptuk ezt a fonalat a Bhagavad Gita, a Simán Bhagavatam formájában,
a lelki tanító mesterünk utasításai formájában, és hogyha követjük ezt a vezérfonalat, akkor ki tudunk kerülni ebből a labirintusból. És ugyanígy a Bridge Basic akkor követték Krisna útmutatásait nagyon pontosan, mert ők, nekik volt teljes hitük abban, hogyha követik azt, amit Krisna kér tőlük, akkor minden szempontból elérik a tökéletességet. És ugye elsőre, ahelyett, hogy imádják Indrát, akkor imádják ezt a Govardhan hegyet, imádják a teheneket. És akkor oké, de ez hogy fogja megoldani a mi problémánkat, hogy akkor kell, hogy essen elég eső, és akkor legyen bőséges táplálék a teheneknek. Igazából mindenki imád valakit. Tehát, hogy ugye lehet, hogy valaki a félisteneket imádja, ami Indián kívül elég ritka, lehet, hogy ott India környékén van, vannak még, akik imádják a félisteneket, de a mostani materista nyugati szemléletmód szerint már a félisteneket se imádják, de kit imádnak helyettük, hogy imádják a focistákat, az énekeseket, a színészeket. Most megy az amerikai elnökválasztásra a kampány, és amikor megjelennek azok a jelöltek, akikre lehet szavazni, az konkrétan egy imádat, hogy akkor nagy üdvrivalgás van, és hallgatják azt, amit mondanak, és hallgatják az ígéreteiket, és már annyiszor meghallgatták, de még mindig elfogadják, hogy akkor lesz valami változás, de ez konkrétan imádat. És mindenki imád valakit. Pont most tanuljuk a Bhagavad Gita 17. fejezetét, és ugye ott a 17. fejezet bele van írva, hogy milyen kötőerőben kiket imádnak. És akkor mondja az a vers, Yajante Sattvikádévá, hogy akik a szatvagunában vannak, akkor ők imádják a félisteneket. Yaksa Rakshamsi Rajasa, a yaksákat, rákshaszákat, démonokat imádják azok, akik a szenvedély kötőjében vannak. Préta Búdán, Búta Ganánsz Csányé, Jajanté, Támaszó Dzsaná. És akik a tudatlanság kötében vannak, akkor imádják a szellemeket, kísérteteket, és mint fekete mágiát, ilyenfajta imádatot mutatnak be. Tehát, hogy mindenki imád valakit. És ahelyett, ugye ez a történet arról szól, hogy ne a anyagi energiának a képviselőit imádjuk, hanem imádjuk Krisnának a képviselőit. Ugye itt a Govardhan hegyet, a brámanákat, ugye a lelki tanítómestert. Mert az imádatra való hajlam ott van mindenkibe. Ugye valamikor bennünket is megkritizálnak, hogy miért imádjuk a lelki tanítómestert, vagy miért imádjuk Krisnát, ugye a multi formájában, Isten szobor formájában. Mindenki imád valakit. Amikor hallgatunk valakire, és az imádatnak nem csak az a formális módja van, amit az oltáron mutatnak be, hogy füstölőt ajánlanak, lángot ajánlanak, stb. Hanem amikor kire hallgatunk, valaki mit néz meg az interneten, az is egyfajta imádat. Tehát, hogy milyen fajta tartalmat. Mert annak a tartalomnak adja oda a tudatát. Arra nyit ki. És akkor a kérdés, hogy az milyen kötőerőben van. A tudatlanságban, a szenvedélyben, a jóságban, vagy a transzcendentális szinten. Ugye most már az interneten lehet transzcendentális információt is találni, de a tudatlanságból, szenvedélyből sokkal több van. A nem tudom hány százaléka, a túlnyomó többsége arról szól. És az is egy imádat, hogy mit hallgatunk meg, mit dicsőítünk, mire emlékezzünk, ugye amiről hallunk, amit dicsőítünk, arra fogunk emlékezni. Tehát, hogy az is egyfajta imádat. És itt ebből a történetből akkor tanulhatjuk, hogy Krisnának a képviselőit imádjuk. Ugye a Govardhan hegy az egy szempontból nem különbözik Krisnától. Ugye van, amikor úgy imádják, mint Krisnának a baktáját, van, amikor úgy imádják a Govardhan hegyet, mint magát Krisnát.
Igazából, amikor valaki abba a tudatba imádja a Govardhan hegyet, hogy Krisnának a szolgálja, akkor több áldást kap, mint hogyha Krisnát imádja, mert igazából mi is Krisnát a baktákon keresztül közelítjük meg. És amikor a baktákon keresztül közelítjük meg Krisnát, akkor az sokkal hatásosabb, mint hogyha közvetlenül közelítjük meg Krisnát. Ugye van a Ádi Puránában egy vers, amikor mondja Krisna Arjunának, hogy kedves Arjunám, aki azt mondja, hogy az én baktám, az valójában nem az én baktám. Aki az én baktám, annak a baktája, az az igazi baktám. Tehát, hogy mi Krisnát a baktákon keresztül tudjuk megközelíteni, és ez a Govardhan Puja keftelés is akkor segít nekünk ebben, hogy ne az anyagi energia képviselőit imádjuk, hanem a lelki energia képviselőit. Tehát szeretném leszögezni, mindenki imád valakit, kivétel nélkül. Mindenki imád valakit, és de mindegyik imádatnak más lesz az eredménye. Hogyha transzcendentális imádatot mutatunk be, az azt jelenti, hogy imádjuk Krisnát, Krisnának a képviselőit, imádjuk a szentírásokat, imádjuk ugye Krisnának a szolgáit, és magát Krisnát, akkor transzcendentális eredménye lesz. És hogyha az anyagi energia képviselőit imádjuk, akkor lehet, hogy lesznek anyagi eredményei. Ugye most is Amerikában mindenki imádja vagy az egyiket, vagy a másikat, másik jelöltet. De nem önzetlenül imádják, hogy ugye remélnek tőlük anyagi áldásokat. Annak hatalmas nagy üzletemberek, akik imádják vagy az egyiket, vagy a másikat, azt remélve, hogy ha az a jelölt kerül hatalomra, akkor nagyon jó üzleti lehetőségeket fog majd nekik nyújtani. Mert akkor támogatták a kampányát, stb. Stb. Tehát, hogy az anyagi imádat az sose önzetlen, mindig vannak benne indítékok. De ugye itt a Bridge Basic csak imádták Govardhan hegyet, imádták Krisnát, és csak függtek Krisnán. És látszólag, ha bár úgy tűnt elsőre, hogy ez nem volt jó, egy jó ötlet, mert Indra nagyon dühös lett a Bridge Basicra, és el akarta pusztítani egész Vrindávant az összes lakójával együtt, de akkor Krisna egy tökéletes védelmet nyújtott nekik, letörte Indrának a büszkeségét, megmentette a Bridge Basicot ugye ettől a veszedelemtől, ettől a pusztulástól, és beteljesítette egy olyan vágyukat, ami korábban nem tudott beteljesedni. Ugye, mert Krisnának a baktái mindig akarnának Krisnával lenni. De Krisna mindig mozgásban van. Sose marad egy helybe, hanem mindig. Valamikor a tehénpásztor fiú barátaival van, valamikor a gópikkal van, valamikor a szüleivel van, de sosincs mindenkivel mindig együtt. És az összes baktájának volt egy mély vágya, hogy bárcsak mindig Krisnával lehetnék, folyamatosan. És ez a Govardhan Puja keftelés, amikor ugye ott álltak a hegy alatt 7 napon keresztül, megszakítás nélkül, akkor 7 napon keresztül 0-24 órában Krisnával lehettek. És oda se vették a szemüket Krisnáról. És ez egy egyedülálló lehetőség volt, amihez kellett ez az elrendezés. Tehát, hogy Krisna, amikor csinál valamit, akkor sok mindent csinál vele egyszerre. Tehát, hogy akkor elégedetté tette Vrindavan lakóit, megvédte őket Indra haragjától, és letölte egyben Indrának a büszkeségét is. Hogy azt gondolta, hogy ő a mennyek királya, és nincs senki felette. Ugye, amikor valaki pozícióban van, hatalomban van, akkor ez a büszkeség, ez a mámor annyira el tudja uralni, hogy elfelejti. Elfelejti a helyzetét, és elfelejti a realitás érzékét. És ez a problémája a büszkeségnek, hogy valaki akkor igen, teljesen elveszíti azt, hogy ki ő, és hogyan kell másokhoz viszonyulnia. És ugye ez a Govardhan
Pudzsával kapcsolatos keftedés nagyon-nagyon mély, nagyon sok tanulnivaló van belőle. És amit még kiemelnék, és akkor ezzel befejezném, hogy Krisna védelme nagyon markánsan megnyilvánult ebben a keftelésben. Úgyhogy Krisna megvédte Vrisbászikat, ők csak fügtek rajta, és nem kezdett el harcolni Krisna vagy Indrával, és nem büntette meg közvetlenül Indrát, ugye, hogy mondjuk megtámadta fegyverekkel, hanem csak megvédte a Vrisbászikat. És ezzel a védelmével együtt letörte Indrának a büszkeségét, és egy példát mutatott mindenkinek, hogy kövessük a Vrisbászikának a nyomdokait. Hogyha mi szeretnénk tökéletes védelmet, hogyha mi szeretnénk tapasztalni Krisnának a menedékét, és szeretnénk menedéket kapni a büszkeségtől is, akkor csak vegyünk menedéket Krisnánál. Mert hogyha véletlenül felébred bennünk a büszkeség, akkor Krisna segíteni fog, hogy letörje. Ahogy letörte Indrának a büszkeségét is, akkor le fogja törni a miénket is, mert ez a büszkeség az egy akadály. És Indra is egy bakta. Csak nem tiszta bakta, mint a Vrisbászik, hanem kevert motivációval rendelkezik. De Krisna még neki is adta a kegyét, nem ugyanúgy, ahogy a Vrisbásziknak, hanem egy másik módon, hogy letörte a büszkeségét, és akkor így tanított egy leckét Indrának, hogy nem vagy független. Bármekkora erőd van, hogyha azt az erődet a bakták ellen használod, akkor én azt nem fogom megengedni. És akkor Krisna megvédte a Vrisbászikat, letörte Indrának a büszkeségét, beteljesítette a vágyukat, hogy akkor 7 napon keresztül együtt tudtak vele lenni, és megmutatta, hogy ahhoz, hogy beteljesítse a mi vágyunkat, nem feltétlenül mindenhez egyenes út vezet. Mert van, amikor kanyarokat kell tenni azért, hogy megkerüljön bizonyos anartákat, vagy büszkeségeket, vagy mi is belássuk, hogy Krisnánál kell menedéket venni, mert az anyagi energia nagyon sokat ígér, nagyon keveset teljesít, és egy csomó zsákutca van benne. És hogyha nem Krisna utasítását követjük, hanem megyünk a saját elménk után, akkor lehet, hogy zsákutcába tudunk kerülni. És lehet, hogy a Krisnának való meghódolás nem könnyű, és ez is egy fokozatos folyamat. Tehát, hogy a meghódolás az nem egyik napról a másikra történik, hogy valaki vagy meghódolt, vagy nem. Tehát, hogy vagy fekete-fehér, hogy valaki egyáltalán nem meghódolt, vagy 100% meghódolt, hanem akkor vannak ennek is fokozatai, hogy meghódolunk 10%-ban, 20-ban, 50-ben, 70-ben, 90-ben és végül 100%-ban. De hogyha haladunk a meghódolás ösvényén Krisna felé, akkor fogjuk tapasztalni, hogy minél jobban meghódolunk, annál jobban tapasztaljuk Krisna édes viszonzását. Mert Krisna megvédte a Vrisbászikat. Amikor bementek a hegy alá, akkor ott nem csak ott voltak és nem volt semmi, hanem minden, ami a kényelmüket szolgálta, ételek, italok, ülőhelyek, ami a teheneknek szüksége volt, minden ott volt. Ugye ez nagyon különleges, nagyon varázslatos, hogy minthogyha egy palotába léptek volna bele. Tehát, hogy ami kellett nekik, minden megvolt. Tehát, hogy Krisna mindenről gondoskodott, de át kellett menni azon a teszten, hogy elsőre úgy nézett ki, hogy akkor volt egy özönvíz, és szakadt az eső, és mi lesz most velük? De Krisna gondoskodott róluk, mert teljesen meghódoltak neki. És nekünk is ez az út, hogy itt is a világban, tehát, hogy ez egy veszélyes hely, az anyagi világ veszélyes hely, annyi helyen van háború most is, és lehet, hogy anyagi szempontból kilátástalannak tűnhet, akkor, hogyha valaki nem vesz menedéket Krisnánál. Tehát, hogyha valaki nem vesz menedéket Krisnánál, akkor elég kilátástalannak
tud tűnni a helyzet. De hogyha megengedélyeket veszünk Krisnánál, Krisna minden helyzetre tudja a megoldást. Lehet, hogy mi nem tudjuk a megoldást, mert még korlátozottak vagyunk, korlátozott az intelligenciánk, de Krisna minden helyzetre tudja a megoldást, hogyha menedéket veszünk nála, és hogyha hallgatunk a szavára. Mert itt, ami kijön ebből a történetből, hogy a Brijbhasik csak hallgatta Krisnának a szavára. És mivel hallgatta Krisnának a szavára, akkor Krisna mindent megadott nekik, amire szükségük volt. Megadta nekik a védelmet, beteljesítette a vágyukat, és Indrának is letörte a büszkeségét, és minden, amire szükségük volt, és amire vágytak, az beteljesült. Tehát, hogyha mi is követjük Krisnának az utasításait, amire szükségünk van, és amire vágyunk, az mind be fog teljesülni. Mert lehet, hogy még nem is vágyunk mindenre, amire szükségünk van, de ezt Krisna kipótolja. Tehát, hogyha valami, ugyanúgy, mint a szülők, lehet, hogy a gyerekek akarnak valamit, de a szülők tudják, hogy mire van még szüksége a gyerekeknek, amit lehet, hogy a gyerekek nem is akarnak még. És ezért nagyon fontos menedéket venni Krisnánál, mert Krisna nem csak azt adja meg, amit szeretnénk, hanem azt is megadja, amire szükségünk van, amire igazából szükségünk van, mert ő látja a hosszú távú tervet. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Van még egy 5 percünk kérdésekre, hogyha valakinek van kérdése, vagy hozzáfűzése mindahhoz, amit elmondtam, vagy a magához a történethez. Nekem annyi jutott eszembe itt az elnök választással kapcsolatban, igen, hogy nem is feltétlenül csak az a jellemző, hogy valakit imádnak és elszavaznak, hanem nagyon sok, legalábbis Magyarországon, ahogy én tapasztaltam, hogy nagyon sok ember azért szavaz más valakire, hogy nehogy ő kerüljen hatalomra. Tehát, hogy nem is feltétlenül az imádat játszik szerepet, hanem az utálat, gyűlölet, vagy bármiféle ilyen dolog. Amelyiket a kevésbé utálja, arra fog szavazni. Igen, igen. És hogy ez így közben jutott eszembe, hogy az is legalábbis tapasztaltam, és eléggé, úgyis hát valamilyen szinten jellemzőnek tartom, hogyha valaki mondjuk karriert akar építeni, vagy el akar érni valamit, nagyon népszerűségre akar szeretni, akkor nem feltétlenül az egyetlen út, hogy akkor ő képzi magát, fejlődik, hanem én jól vagyok úgy, ahogy vagyok, maradok azon a szinten, viszont a konkurenciát, vagy akik ellenem vannak, hogy a versenytársak, akkor őt valahogy besározni, tönkretenni, hogy esélyük se legyen olyan szintre kerülni, és akkor tulajdonképpen ez a valaki igazából nem fejlődött sehova, sőt, még lejjebb süllyedt lelkileg tulajdonképpen. Úgyhogy ilyenekre is van példa azért. Még az is most jutott eszembe, hogy vannak olyan bizonyos társadalmi csoportok, akiket szintén legalábbis az olyan érdekes dolog jutott eszembe, hogy a gyűlölet hajt, a gyűlölet miatt érzi azt mondjuk, hogy érdemes felkelni, felébredni, érdemes csinálni dolgokat, és hogy tulajdonképpen a gyűlöletet vagy az utálatot imádja, nem tudom, hogy ennek van-e egy értelme, de ez is egy ilyen nagyon furcsa, érdekes és ilyen kifacsar dolog, szerintem. Igen, tehát hogy a imádat és a gyűlölet, ugye az két ellentétes pólus, és akkor lehet úgy is nézni, hogy ez egy kettősség, de lehet úgy is nézni, hogy az imádatnak vannak különböző fokozatai. Akit nem gyűlölök annyira, az már egy halvány imádat. Hogy ahhoz képest, hogy nagyon gyűlölöm. Tehát, hogy igazából mi a kettősségekbe gondolkodunk, ugye, hogy hideg, meleg, tisztelet, gyalázat, siker, kudarc, imádat, gyűlölet. De igazából a lelki szinten, vagy igazából ezek nem léteznek, hanem csak mondjuk az imádatnak vannak különböző fokozatai, a melegnek vannak különböző fokozatai, ugye, mert lehet mondani, hogy a mínusz 20 az hideg, és a mínusz 10 az is hideg, de a mínusz 10 a mínusz 20 fokhoz képest, akkor 10-zel följebb van. Tehát, hogy az 10-zel melegebb, 10 fokkal melegebb. Tehát, hogy attól függ, hogy honnan nézzük. És amikor így nézzük a világot, akkor az teljesen másik arcát mutatja, mint amikor a kettősségek közül nézzük. Tehát, hogy ugyanúgy
Ugye sokszor mondják az emberek, hogy ha létezik egy legfelsőbb úr, akkor miért van ennyi gonoszság a világban? És igazából, hogyha valaki közel megy Krisnához, akkor tapasztalja Istennek a jóságát, és amennyire távol megyünk Krisnától, akkor tapasztaljuk Krisna jóságának a hiányát, amit úgy hívhatunk, hogy gonoszság. De mi távolodtunk el Krisnától. És hogyha közelebb megyünk Krisnához, akkor egyre kevesebb gonoszságot, szenvedést tapasztalunk, mert egyre közelebb vagyunk Istennek a jóságához. És ez a különbség a feltételekhez kötött gondolkodás és a transzcendentális gondolkodás között, hogy minden Krisnának az energiája. Nincs olyan, ami nem. És amikor Krisnával kapcsolatban látjuk a dolgokat, akkor nagyon tiszta lesz minden. És ezért fontos látni, hogy oké, akkor miért van, nem az a kérdés, hogy miért van gonoszság a világban, hanem az a kérdés, hogy a világ miért távolodott el annyira Istennek a jóságától. Mert így döntöttek az emberek, hogy egyre jobban, pont amikor volt valami katasztrófa, akkor mindig feljönnek, hogy hol volt Isten, amikor volt ez a katasztrófa. És akkor volt egy újságíró, aki Isten hívő volt, akkor írt egy nagyon érdekes cikket, sajnos már nem tudom, hogy megvan-e valahol, de arról szólt a cikk, hogy Isten kizártuk az iskolából, Isten kizártuk a munkahelyekről, Isten kizártuk az emberi kapcsolatainkból. Istent már sok helyen ciki felemlíteni, mert az már milyen dolog. És egyre több helyen az életünkből kizártuk, akkor miért jöjjön, amikor igazából nem akarjuk, hogy jöjjön? Tehát, hogy egy csomó helyről már kizártuk. Hogy nem lehet beszélni róla, csak a templom épületében lehet, és lehet, hogy például vannak, amikor, nem tudom, volt valamilyen egy keresztény ember Nagy-Britanniában beszélt Jézusról, nem tudom, a utcán, és jöttek a rendőrök, és elvitték, mert hogy akkor milyen dolgot csinál. És akkor, és ez pedig a másik oldal, hogyha olyan sok helyről kizárják a legfelsőbb szemét, akkor miért panaszkodnak, hogy tapasztalják Isten jóságának a hiányát? Mert ez csak az. Tehát, hogy ugyanúgy nem az a kérdés, hogy hol volt Isten, amikor ez történt, hanem akkor miért távolodtunk el annyira Istentől, hogy ezt kell, hogy tapasztaljuk Isten jóságának a hiányát. És a megoldás nagyon egyszerű, pofon. Tehát, hogyha ebből a perspektívából nézzük, nagyon egyszerű a megoldás. Újra vissza kell menni a legfelsőbb személyhez, újra közelebb kell menni hozzá. És amennyire közelebb megyünk hozzá, olyan mértékben tapasztaljuk Isten jóságának a jelenlétét. Amilyen mértékben eltávolodunk tőle, olyan mértékben tapasztaljuk Isten jóságának a hiányát. És mindennel így van. Tehát, hogy Krisna mindennek a forrása, bármihez is ragaszkodik valakit az anyagi világban, annak Krisna forrása. És minden, amihez ragaszkodunk, nála tökéletesen, teljes mértékben és legjobb minőségben ott van. És hogyha csak valaki megközelíti Krisnát, akkor lehet, hogy Krisna csak kérés nélkül odaadja neki. Tehát, hogy ez a pont igazából, mindenki imád valakit, és a kevésbé gyűlölet, azt lehet úgy is nézni, hogy az imádatnak az enyhébb formája. Mert lehet, hogy valakit mondjuk nem kritizálunk, akkor az már az imádatnak egyik formája, hogy legalább nem mondunk róla, lehet, hogy még jót sem mondunk róla, de rosszat se. Tehát, hogy attól függ, hogy hogy nézzük. És amikor így nézzük a világot, akkor teljesen másképp fogjuk látni a világnak az eseményét, hogyha ezen a szűrőn keresztül. Mondom, ez így közelebb hozta. Igen, köszönöm. Okay. Valaki más? Sok,
sok ember szokta így azt állítani, vagy így szenvednek ilyen karmikus visszahatásoktól is, ők ezt a, ami őket éri, azt így Istennek, tehát azt hiszik, hogy Isten bünteti őket, vagy emiatt szenvednek. És hogy mit lehet mondani ilyen embereknek, hogy rájöjjenek, hogy az, amitől azt gondolja, hogy szenved, a felé kéne közeledni. Igazán. Tehát Isten senkit nem büntet közvetlenül. Tehát, hogy itt a anyagi energiában, amikor valaki belép, akkor elfogadja az anyagi energiának a törvényeit. És itt a karma törvénye működik. Tehát, hogy amikor általában vannak ilyen szerződések, akkor jó elolvasni a szerződést. És az anyagi energiának az a szerződése, hogy amit mi okozunk másoknak, azt az anyagi energiának joga van visszaadni nekünk. És ez a törvény. Ez a szerződés. Mindenki aláírta a szerződést, csak elfelejtettük. És amikor azt gondoljuk, hogy én bármit megtehetek másokkal, és nem lesz következménye, akkor az a tudatlanság miatt van. Tehát igazából mi nem Isten miatt szenvedünk, vagy nem Isten büntet bennünket, hanem a saját tudatlanságunk. Hogy hajlandóak vagyunk szenvedést okozni másoknak, és azt gondoljuk, hogy ennek nem lesz következménye. De van következménye. És az anyagi energiában lesz is következménye, csak mivel ezek a következmények lehet, hogy egy idő után érnek be, akkor nem látjuk a kiinduló okot. De amikor valaki érti, hogy így működik az anyagi világ, eddig is így működött, most is így működik, ezután is így fog működni, akkor nagyon tudatos lesz arról, hogy viselkedik másokkal, és mit fog csinálni másoknak. Ugye például csak vegyük a húsevést. Ugye általában az emberek nem gondolják, hogy rossz. Most már egyre többen vannak vegetáriánusok, vegánok, akiknek legalább van valamennyi elképzelés erről, de ugye szenvedést okozni egy állatnak, annak van következménye. Prabhupád mondta, hogy azért vannak háborúk, mert az emberek vágóhidakat tartanak fent. Amíg lesznek vágóhidak, lesznek háborúk. És ugye látjuk most a világban, hogy nem is tudjuk, hány helyen van háború. És ez egy közvetlen ok, mert amikor én erőszakot követek el egy másik élőlény ellen, és utána annak az erőszaknak a következményét eszem meg, akkor az erőszak működni fog bennem. Egyrészt bennem is működni fog, és engem is nyitottá tesz arra, hogy én is kapjak erőszakot. Mert megengedtem, hogy engem is erőszaknak legyen, én is erőszaknak legyek kitéve. És ez a szabály itt az anyagi világban. A probléma, hogy tudatlanságban vagyunk, és ezt elfelejtjük. De amikor kapunk transzcendentális tudást a Bhagavad Gita-ból, a Srimad Bhagavatamból, hogy mi helyes és mi helytelen, és kezdjük ezt alkalmazni az életünkben, és odaadó szolgálatot végzünk, akkor lehet, hogy vannak múlt következmények, de akkor az odaadó szolgálatnak a tüze azt el fogja pusztítani, mert már megértettük, hogy ilyen dolgokat nem szabad csinálni. De amíg valaki ezt nem érti meg, akkor a közvetett tanulást választja, ami nem annyira hatékony és elég fájdalmas karma törvényén keresztül. És a válasz arra, hogy Isten nem ad szenvedést senkinek sem. Tehát, hogy itt van egy rendszer az anyagi világban, a karma törvénye, és mi mindannyian elfogadtuk, hogy ez történik, és figyelembe kell vennünk. Tehát, hogy minden vallásban ott van az, hogy úgy cselekedj másokkal, ahogy te szeretnéd, hogy mások cselekedjenek veled. Ez egy alap. Nincs olyan hiteles vallás, amiben nincs benne. Mennyien követik. És ugye lehet, hogy valaki gondolja, hogy én az állatokkal szemben már nem vagyok köteles követ, mert az csak egy állat.
De a karma törvénye nem csak emberekre vonatkozik, állatokra is vonatkozik. Tehát, hogy mindenkivel a helyzete szerint kell bánni. És amikor ezt betartjuk, akkor nem lesznek problémák. Hogyha figyelmen kívül hagyjuk, akkor lesznek. Tehát a probléma az a tudatlanság. És azért a mi fő dolgunk, hogy adjunk transzcendentális tudást másoknak. Azért készülünk most a maratonra, hogy adjunk könyveket másoknak, adunk praszádamot, tartunk előadásokat, hogy akihez el tudunk jutni, akinek el tudjuk mondani, akkor mondjuk meg, és akkor mi megtesszük a mi részünket, ami tőlünk telik. És így tudunk segíteni az embereknek, mert hogyha valaki csak figyelmen kívül hagyja ezt, és azt gondolja, hogy én hadd csináljak, amit akarok, ne legyen következmény, de amit én csinálok másoknak, az pedig fogadják el. De a mások pedig mit fognak gondolni, hogy én visszaélek a függetlenségemmel, és fájdalmat okozok másoknak, akkor az a másik személy azt fogja gondolni, hogy ő meg fájdalmat akar majd okozni nekem. És akkor jön a visszahatás. Tehát, hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy a fő problémánk az nem Isten vagy Krisna, hogy ő szenvedtet bennünket, a fő probléma a tudatlanság. És amikor azt el tudjuk távolítani, akkor mindenki kijózanodik, hogy oké, nekem kell másképp cselekednem. És amikor ez megvan, akkor nagyon tiszta. Amikor nincs meg, akkor tudunk annyi mindenki mást hibáztatni, de igazából a fő hibás az mi vagyunk, mert hogy nem vagyunk hajlandó a helyzetünk szerint viselkedni, úgy, ahogy nekünk kellene. Ez így jó? Valami más? Még csak egy gondolat jutott eszembe a húsevéssel kapcsolatban. Majd kedden sétáltam itt bent Pécsen a belvárosban, láttam egy Vörös Sándor szobrot. Igen. És Vörös Sándornak van egy nagyon-nagyon szép, hát félig vers, félig próza a húsevésről és sok más dolog mellett, de engem ez is annak idején, amikor elhatároztam, hogy nem eszem húst, ez volt az egyik dolog, ami nagyon meggyőzött. Nem is tudom, hogy van egy külön címe, lehet, hogy csak egy próza részlet, de hogyha szeretnétek, hogy gondoljátok, akkor szívesen megosztom már. Aha. Nagyon, tehát nem is tudom, mikor írta. És miről szól? Konkrét? Hát pontosan erről, hogy vágóidakat, amíg vágóidakat tartanak fent, akkor miért tesznek az emberek dögöt, a halált és a szenvedést is magukba veszik ugyanúgy a hússal, pontosan. Gyakorlatilag az, amit most elmondtál, hogy a sokaprabú, és ezért jutott eszembe, tehát nagyon-nagyon hasonló dolgokat írt. Jó, az meg kíváncsi vagyok. Jó. Köszönöm szépen, akkor készülünk a Govardhan Pujjára, mert este utazunk haza, és akkor előkészülünk, ugye már édességet készítettünk, de most még a bakták akkor nagyba készülnek a Pujjára, Govardhan Pujjára. Együtt tudunk ünnepelni mindenkivel, aki eljön. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Grantarács Silag Bhagavatam ki, Jai Silag Prabhupád ki, Jai Sri Govardhan Pujja Mahamahotsava ki, Jai Nitai Gaura Premanande.